Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember 13-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először a Tóth Gabi Tóth Vera koncertre látogatunk el, majd beszámoló következik az Aranybulla művészeti napok eseményeiről. Ezt követően a Köszönjük Magyarország koncertsorozat új történéseit ismerhetik meg, végül pedig a színházi évadnyitó kerül fókuszba. Tartsanak velünk! A Sister Act koncertjével véget ért a Királyi Napok koncertsorozata. Tóth Gabi és Tóth Vera az Icsi színpad vendégeiként ezúttal is meghódította a közönséget. Sister Act, Tóth Vera és Tóth Gabi koncertjével búcsúzott a Királyi Napok. A testvérpár és csapata, benne a két fehérvári alapemberrel, a gitáros Csóka Petivel és a billentyűs Bérces Viktorral egy egészen különleges koncerttel köszöntötte rajongó táborát, akik az eső ellenére is kitartottak. Nagyon örülünk neki, hogyha együtt énekelhetünk Gabival, és különösen szeretjük ezt a várost, mert hogy két zenészünk is ide valósi a zenekarból. A Csóka Peti, aki a gitáros, a másik pedig a billentyűs, dr. Bérces Viktor, aki ugye azért őróla lehet tudni, hogy ő a Pázmányon a jogi karnak a tanszék vezetője, szóval egy ilyen kettős életet élő ember. Szóval nagyon, nagyon érdekes fazonokból áll ez a zenekar, és az Székesfehérvárt meg különösen nagyon szeretjük. Egyrészt közel van Budapesthez, mindig le lehet ugrani egy vidéki hangulatra. Nagyon jó, kicsit hasonlít egyébként a tapolcai élethez, amit kiskorunkban éltünk. Ugye ott születtünk Tapolcán, a Veszprém megyei Tapolcában, tehát is nem messze annyira innen. És egy kicsit azt a hangulatot adja át ez a város. Illetve ugye a zenészekkel való kapcsolat miatt egyébként mi magánemberként is sokat szoktunk erre járni. Csodálatos város, csodálatos történelemmel, és ezzel az ünnepséggel együtt ez egy ilyen kis megkoronázása az évünknek olyankor, főleg, hogy most úgy énekelhetünk, hogy testvérpár, és az államalapítás ünnepe mindig egy nagyon nagy ünnep nekünk, hiszen ez Magyarország születésnapja, és mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy magyar lányok vagyunk, és nagyon-nagyon nagy a nemzettudatunk, és nagyon szeretjük a magyar történelmet, a magyar minden velejárójával együtt, nem is a történelmet, hanem a hagyományokat. És szerintem nagyon gazdag, lelkű világ ez a magyar világ, a magyarság úgymond, és ezt megünnepelni mindig egy különleges alkalom. És ezért szeretünk mi Gabival egyébként, mert 4 évvel ezelőtt is egyébként volt egy esztergomi, az is egy csodálatos volt ott a Bazilikánál, hogy együtt énekelhettünk, és István királyból énekeltünk. Most nem fogunk István királyból énekelni, de akkor úgy éreztük, hogy lányok erejével egy István királyt megszólaltatni, az igazán különleges. És most pedig egy kicsit populárisabb műsorra jöttünk, de szerintünk ez is különleges lesz, és nagyon, tehát hogy azért vannak a külföldi nyelvű dalok is, de legfőképpen magyar nyelven énekelünk. Gabi az a tradíciókat őrzi a zenében, egyre többet viszi bele a magyar zenemotívumait, a népzenemotívumait úgymond a dalaiba. Én pedig hozom ezt a bluesos, csajos világot, és szerintem ez a kettősség, ez nagyon jót tesz a zenének, amit itt van. Illetve hát egy olyan banda játsza el ezeket a dalokat, akik nagyon szeretik egymást, családias a hangulat,
És ez talán le fog jönni a színpadról. Ez is egy kicsit úgy meg tudja koronázni nekünk ezt az eseményt. Ezért ma ingyen utazom, mert erre felé sok a látnivaló. Ma engem ő kalauzol. Tóth Gabi, akinek szívügye a magyar nyelv és dal, örömmel érkezett, és természetesen a tőle megszokott magas színvonalon bizonyította, hogy miért is tartják a mai magyar popzene egyik nagyasszonyának. Nem csodálom, hogy a székesfehérváriak számára is különleges, hiszen azért egy jó pár királyt megkoronáztak itt, és valahogy a Fehérvár nekem mindig ez a falak beszélnek, az élő történelem, egészen a gyökereinkig, ahogy megalakultunk, és valahogy egy olyan atmoszféra jár át, amikor itt léphetek fel, ami ritka, és nem csak emiatt, hanem azért is, mert a legjobb barátom, zenésztársam Csóka Péter, törzsgyökeres fehérvári lakos, a zongoristánk is a kedvesével is fehérvári lakosok, úgyhogy így meg aztán pláne nagyon jó volt. Mindenki leugrott ide a színpadhoz otthonról. Ez egy kicsit eltérőbb műsor, mint amit egyébként külön-külön képviselünk, de nagyjából összerakjuk azért mégis a saját világunkat is. De nagyjából a Sister Act-et, amikor megalkottuk, kb. 10 évvel ezelőtt az volt a cél, hogy a gyerekszobánkban hallgatott kedvenc dalaink előadóitól énekeljünk, és így kvázi megteremtsük azt a tapolcai gyerekszobát a színpadon. Úgyhogy a legnagyobb előadók számunkra Kovács Kati, Aretha Franklin, blues, klasszikusok, és hát természetesen saját dalokat is hoztunk. Két különleges és különböző stílus ilyenkor összetartozik? A zene nem ismer határokat, a zene nem ismer korlátokat, ezért minden létező stílus mindennel össze tud passzolni. Hogyha az ember szívéből énekel és zenél, akkor az mindegy, hogy népzene a színpadon, és utána egy blues dal. Minél színesebb lesz, annál válogatottabb műsorral tudunk az embereknek is kedveskedni. Ez volt a cél. Sister Act koncerttel tehát véget ért a Királynapok programsorozata. Az Icsi színpad a maga egyedi atmoszférájával sokat segített abban, hogy idén is az ország közepén érezhessék magukat az eltelt 10 nap alatt a Székesfehérvárra látogatók. Kiszeli István fotográfus kiállításával kezdődött meg az Aranybulla művészeti napok az Öreghegyi Közösségi Házban, ahol a jelen egyik legkiválóbb trombitása Barabás Lőrinc és Szőcs Bertalan zongoraművész is fellépett. Pénteken fotókiállítás megnyitójára invitálta a művészetkedvelőket az Öreghegyi Közösségi Ház. Az Aranybulla művészeti napok nyitányaként a Csókakőn élő Kiszeli Krisztián Keleti Végeken címmel állította ki képeit. A kiváló fotós, aki Székesfehérváron Őritót István tanítványaként végezte el a fotós szakiskolát, majd az Iparművészeti Egyetemen szerzett diplomát, ezúttal fekete-fehér, Erdélyben készült, szocióriport jellegű műveit hozta el, amelyek az utazásai során az érintetlen természetet, a változó környezetet, illetve az abban élő emberek mindennapjait mutatják be. Misszió mindenképpen. Bárhogy is nézzük ezt a dolgot, már úgy értem, hogy egy fotoművész vagy egy fotográfus szempontjából, ha kiállít, mert valamit meg akar mutatni. És mondjuk ez a kiállítás egy nagyon spontán történés. Pont egy hónappal ezelőtt jött a felkérés, hogy volna kedvem kiállítani, és mondtam, hogy természetesen. És hirtelen elgondolkodtam, de mit?
és nagyon régen állítottam már ki fekete-fehér filmes technikára készült fotóimat, és akkor jött ez, hogy hát akkor talán kéne egy ilyen kicsit retrospektíven gondolkodni ebben a kérdésben, és hát akkor azt mondtam, jó, legyen akkor ez a 90-es és 2000-es években készített ilyen dokumentarista szociófotóimból egy merítés, mert ugyan sok mindent csináltam ebben az időszakban, de most így erre a helyszínre, ide, hát ezt merítettem abból a sok-sok képből. Amikor elkezdtem ezt a típusú fotográfiát, akkor én még a Iparművészeti Egyetem, MOMÉ-nak hívják, Iparművészeti Egyetemnek a fotószakára jártam, és a mestereim, Benkő Imre, Zátonyi Tibor és Gulyás Miklós voltak, akik ezt a fajta fotográfiát művelték, és nekem ez nagyon tetszett. És bizonyos szempontból szabad volt ott a diák élet, persze bizonyos határokon belül, de mi választhattuk meg azt, hogy mit a témát. És hát engem mindig érdekelt a vidék, vagy még a távolabbi vidék, és abban azon belül pedig az egy kicsit ilyen szürreális, hát hogy mondjam, kicsi-pici történetek, vagy olyan szenáriók, olyan hátterek, amiben ezek a kis történések lezajlanak. És hát ezeket próbáltam mindig úgy megfogni. Csomószor például úgy történt, hogy oda mentem, és nem is történt aznap semmi, mert csak beszélgettem az emberekkel, és el is felejtettem elővenni a fényképezőgépet. Valamikor meg úgy kezdődött már az egész, hogy azonnal éreztem, hogy most kell fényképezni, mert ez el fog szállni. És akkor az emberben volt egy nagyon erős motiváció. És ez olyan jó volt, hogy akkor az ember tényleg nagyon motivált volt. Nem csak amiatt, hogy valamit megmutasson, meg hogy keresgesse ezeket tehát a kármencén belül és túl ezeket a helyszíneket, meg szituációkat, hanem hogy valahol akkor megnyomni a fényképezőgép gombját, amikor tényleg valahogy minden összeáll. Barabás Lőrinc trombitás vezetésével számos a budapesti jazz színtér jeles képviselőiből alakult alkalmi formációktól a rajongók megszokhatták az elmúlt időszakban, hogy minden koncerten az instrumentális fúziós zene születésének megismételhetetlen pillanatait élhetik meg. Az Aranybulla művészeti napokra azonban Barabás Lőrinc egyedül érkezett, hogy egy ízig-vérig improvizatív, kozmopolita szűrőn keresztül varázsolja el a Fantavilla közönségét. Zene szeretette az indítatást, tehát szerettem csinálni, amit csinálok, és elkezdtem zenét készíteni, és azóta is töretlen ez a vágy, hogy zenéjek, hogy zenét készítsek, hogy a zenében legyek, hogy zenével foglalkozzak, hogy időt töltsek a zenével, és van egy ilyen belső késztetés, ami így, mióta elkezdtem ezt az egészet, azóta ez így töretlenül hajt. Nem tudom, hogy találtam-e már stílust, azt hiszem, hogy örökké keresem a dolgokat így a zenében, és tetszik maga az a folyamat, amikor az ember keres, amikor az ember olyan utakon jár, amiken előtte még nem, és kísérletezik újdonságokkal, kísérletezik különböző zenei, vagy akár másfajta dolgoknak a megélésével, amik visszahatnak az ember zenéjére, vagy aztán zenében tudnak megnyilvánulni. Azt hiszem, hogy a stílus, vagy az, ahogy amilyenné lett az a zene, amit csinálok, az valahogy így jött, és az nem annyira morfondírozás vagy egy koncepciónak a része volt, hanem csak úgy, ennek így kellett megszületni, és így megszületett, és inkább hagytam, hogy ez így megszülessen, semmit, hogy én csináltam volna, vagy sokkal inkább így látom ezt az egész dolgot. Egyébként 12 éves volt, amikor elkezdtem trombitálni, aztán hallgattam egy csomó trombitást, meg egy csomó mindenféle hangszeres zenészt, sokféle zenét, elég sokféle különböző stílusú zenét szeretek hallgatni, mint befogadó.
azt hiszem, hogy mondjuk úgy a átlaghoz képest többféle zene az, ami emberi kínálom, hogy biztosítékot, vagy szórakoztat, vagy megtalálom benne az érdekeset, vagy a szépen. Azért mindenképpen hálás vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és hogy a mindennapi teendőim, vagy amit munkaként élek meg, az is egy olyan dolog, amiben nagyon-nagyon jól érzem magam, és ami a hobbim is egyben, vagy az elhivatottságom is egyben. Van még hova fejlődni, hát van még kinek megmutatni ezt a zenét, azt hiszem, hogy még hosszú az út előttem, és sok felé szeretnék menni játszani, sok felé remélem, hogy lesz lehetőség arra, hogy sok felé menjek játszani, és megmutassam a zenémet sok mindenkinek. Jó pár éve játszom szólóban is, és különböző pedálokkal, meg különböző kütyükkel csinálok ilyen egyszemélyes zenekaros fölállást, és ez most már egy jó ideje megtaláltam azt a hangszerparkot, amivel dolgozom, és ebben elég sok a billentyű, szintetizátorok, trombita, számítógépről különböző hangmintákat használok, és erre a fölállásra írtam egy pár lemezt az elmúlt években, és azóta is készülnek új szerzemények. A művészeti napok egyik várt eseménye Szőcs Bertalan, a Székesfehérvárról elszámozott fiatal zongoraművész estje volt, aki Muszorgszki egy kiállítás képei című örökbecsű művét játszott el. A darab a zeneszerző barátja, a tehetséges festőművész és építész Hartmann halála után íródott, mint egy emlékezésül műveire. A programzene, mint olyan már azért ebben az időben már bőséggel létezik, csak mondjuk azt, hogy ilyen láncolatra felfűzött programzenéknek az egymás utánja szempontjából számít különlegesnek. Meg mondjuk még abban is egyébként, hogy valahol itt ez már egyfajta előszele azért az impresszionizmusnak, meg az expresszionizmusnak, de sajátosan oroszosan, amit egyébként elég nehéz megmagyarázni, hát ez az a helyzet, hogy ehhez tanulni kell, hogy úgy lehessen érteni, most miről van szó itt különbségben. Laikus közönség alapvetően nem feltétlenül ásta magát mélyre a témában, hogy most mitől kiállítás képei, meg hogy esetleg kössön-e hozzá valami konkrét kiállítást. Ezért gondoltam, hogy hát miért ne lehetne elébe menni a dolognak, és beszélni és bemutatni azt, hogy már pedig mi egész pontosan az alapja ezeknek a zenéknek. Ugye nem maradt fent egyébként az összes kép, úgyhogy tehát vannak, a Gnomhoz például semmilyen képet nem társítottam, mert annak a tükrében, hogy Muszorgszki hogyan zenésítette meg a Hartmann képeket, mindenféle gnóm ábrázolást nagyon primitívnek érzékelek, hogy most itt egy gnóm is akkor az meg legyen zenésítve, úgyhogy ezt például kihagytam. Az Ódon kastélyhoz egy Pó részletet fogok felolvasni, ugye ez sem maradt fent eredetiben, viszont az Usher-ház végéből egy részletet felolvasok, ami szerintem nagyon szépen reflektál egyébként a zenének a mienségére. A koncert és a hozzá kapcsolódó előadás, mint ahogy a művészeti napok programja is megerősítést nyújtott a szervezőknek és a kultúra barátainak egyaránt, érdemes folytatni az öreghegyi hagyományt. Hippolit és a többiek címmel Székesfehérvárra is ellátogatott a Köszönjük Magyarország koncertsorozata. Az est keretében Orbán Bori és Dániel Gábor előadásában 20. századi filmdalokat hallgatott meg a közönség a Vörösmarty könyvtár olvasó termében. Varázslatos estnek lehettek tanúi és hallgatói, akik pénteken este a Vörösmarty könyvtár olvasó termének invitálását elfogadva a Hippolit és a többiek Melódiák a hangos film korából dalestet választották kikapcsolódásul. Péter Zsolt zenetörténész értő tolmácsolásával Dániel Gábor és Orbán Bori előadása a 20. század első felének kivételesen vidám és édesbús dallamairal repítették a közönséget a Valaha Voltba. Nem szabadon,
Személy szerint én gyerekkorom óta ehhez a világhoz vonzódom, ezekhez a régi dallamokhoz, mind a filmvilágban, mind a zenei világban, és tulajdonképpen így, hogy is jött a kezdeményezés, arra pontosan már nem emlékszem, lehet, hogy Gábor jobban fog erre emlékezni, hogy miként volt, de egyébként talán így megvan a legeslegeleje a dolgoknak, amikor egy Karádi Katalin estet tartottunk, illetve Kelecsényi Lászlónak volt egy estje, és ott adtunk elő karádi dalokat, és Péter Zsolttal itt ismerkedtünk meg, és így jött a kezdeményezés, és így Dániel Gáborral őt is megismerhettem, megismerhettük, és akkor valahogy így jött. A 30-as évek elejének zseniális Hippolita lakája filmdalaihoz hasonlóan a kor többi filmjében is mára szinte ikonikussá vált jelenetekben csendültek fel sanzonok, örökbecsű melódiák. Az esten míves válogatás idézte meg a kort, megerősítve, hogy a néma filmeket leváltó hangos filmek fontos eleme volt a színészek éneke és betét dalai. Már régóta tervben volt, és nagy szeretettel fordultunk ezekhez a művekhez, de tavaly volt a hangos film 120 éves, egy ilyen nagyon szép kiállítás keretében a Ludwig Múzeumban, és ennek a kiállításnak a finisszázsára kértek fel minket egy Hippolit és a többiek című tartalom legyártására és létrehozására, aminek ott nagy sikere volt, és utána azt gondoltuk, hogy ezt érdemes fejleszteni egy kicsit, úgyhogy most ennek az egyik állomása történik itt, mert a műsor folyamatosan változik és alakul, egyre jobb lesz, és egyre tartalmasabb, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk, mert ez egy kimeríthetetlen, valóban egy kimeríthetetlen kincsestára a magyar zenei életnek és hagyománynak. Nincs könyvelem, tudtam, hogy ez lesz a vége, hittem neked így. Ezen az estén senki sem csalódhatott, a Köszönjük Magyarország programsorozat szerte hazánkban bizonyosan felhőtlen pillanatokat ígér. Nehéz időszak vár a Vörösmarty Színházra is. Az évadnyitón Cser Palkovics András polgármester bejelentette, hogy januárban és februárban a megnövekedett költségek miatt várhatóan nem lesznek előadások. Évadnyitó társulati ülést tartott a Vörösmarty Színház. A rendhagyó találkozó vendégeként Cser Palkovics András polgármester először megköszönte a színházbarátok nevében az előző évadot és a koronázási játékok előadásait, majd tájékoztatta a színház munkatársait, az önkormányzat a jelen gazdasági helyzetben meghozott azon kényszerű döntéseiről, amelyek a következő időszakban meghatározzák a város kulturális arculatát, így a színházét is. Ezért tartottam fontosnak, hogy én személyesen tájékoztassam a társulatot, mielőtt a nehéz témára tértünk, megköszönve természetesen az előző évadot, hiszen azt mondom, hogy nagyon sikeres és szép évadot zárhatott a Vörösmarty Színház. Egyúttal megköszönhessem a koronázási szertartás játékot, ami azt gondolom, hogy idén fantasztikusan sikerült, és sok-sok ezer embernek okozott örömöt, miközben visszaröpített bennünket olyan történelmi korszakban, amikor a város jelentősége az államiság tekintetében is döntő volt. Ez a kettő dolog is jól mutatja, hogy egy város és annak kulturális élete, egy régió kulturális élete az egy színház nélkül nem elképzelhető, mert nyilván az épület is beletartozik. Ezért nagyon szomorú az a nehéz helyzet, amiben lassan ezeknek az épületeknek a működtetése belekerül, hiszen egyik pillanatra a másikra drasztikusan nőnek meg az energiaárak, és csak bízni tudunk, hogy nem fog a távfő árával a fűtés is megnehezedni. A villamos energia tekintetében egy-két héttel ezelőtt 215 millió forint, de most már inkább szerintem a 250 millió forint körül jár az az összeg, amivel csak az áramköltsége megnő a Vörösmarty Színház épületének, és ezért arról kellett tájékoztatnom a társulatot, hogy természetesen ez döntési helyzetbe hozza az önkormányzatot is, nem csak a Vörösmarty Színház épülete, hanem minden egyéb kulturális sport és épület vonatkozásában is, hiszen a fő célunk az kell, hogy legyen, hogy a legalapvetőbb szolgáltatásokat
az oktatás, a szociális területen tudjuk biztosítani. Ezért elképzelhető, hogy az önkormányzatnak olyan döntést kell hozni a téli időszak egy bizonyos szakaszára, hogy nem tudjuk ezt az épületet működtetni, hanem fel kell függesztenünk ennek az épületnek a működését. Egyszerűen a megtakarítási kényszer okán, de arra kértem Szikora igazgató urat, hogy ezt úgy tervezzük meg, hogyha ezt a döntést meg is kell hoznia a város képviselőtestületének, akkor is, ha lehet, akkor az évadot az egészet tekintetében ne befolyásolja, azaz ronda szóval kijátszhatók legyenek a bérletek és az előadások. Azt gondolom, hogy ez fontos nyilván az itt dolgozók számára és a közönség számára egyaránt. Gondolom, hogy igazgatóraik ezt meg fogják tudni oldani, ha ezt a döntést meg kell hoznunk. Úgyhogy én arra kérek és biztatok mindenkit, hogy vásárolja meg a bérletet. Biztos vagyok benne, hogy nagyon színvonalas és nagyon jó minőségi színházat láthatunk itt a Vörösmartiban a következő évadban is, ami hamarosan most már el is indul. Szikora János a teátrum igazgatója egy olyan rendkívüli jövőképet vázolt fel, amelyben minden lehetőséget meg kell ragadniuk ahhoz, hogy a társulat ne sérüljön, illetve a művészeti elképzelések megvalósuljanak, ugyanakkor felelősség teljes döntésként értékelte az önkormányzat meghozott határozatát. Amikor energiaválságról beszélünk, akkor az energia alatt jó, ha gondolunk az emberi energiára is, és szerintem az emberi életenergia komolyabb válságban van, mint az olaj vagy a földgáz. Mert az olajat vagy a földgázt azt meg lehet vásárolni. Az emberi életenergiának annak nincs ára, az nem vásárolható meg, és pillanatnyilag ez az emberi életenergia komoly válságban van. Válságban van, mert szennyezett. Szennyezett a félelemtől, szennyezett a haragtól, szennyezett attól az érzéstől, hogy miután az elmúlt években hozzászoktunk lassan ahhoz, hogy mindig egy kicsikét, nem sokkal, de egy picikét mindig jobban éltünk. Most hozzá kell szoknunk, hogy hátra arc, és egy kicsit rosszabbul, és még rosszabbul, és még rosszabbul fogunk élni. Hogyan lehet ezt feldolgozni? Hogyan lehet mégis értelmes jövőképet rajzolni a gyerekeinknek, akik majd öröklik azt a világot, amit mi örökül hagyunk rájuk? Ilyen szempontból a színház felelőssége felerősödik, hiszen tulajdonképpen azokat a félelem és halagérzéseket, amelyeket az emberek éreznek a mindennapokban, amely folytogatja őket, ezeknek a feloldása volna a mi művészi és társadalmi felelősségünk. Az évadnyitón egy rövid részletet mutattak be Lőrinc Zsuzsanna rendezésében a Petőfi Rock Musicalből, amelynek bemutatója színház történeti pillanat volt 1973-ban, és idén a Vörösmarty Színház egyik kiemelt darabja lesz. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!